A Tech 2 nézésre nevem Gábor Lázs, és itt az Ultimate Ears-től van egy újabb Bluetooth hangszórónk, méghozzá a Rowlnak a második generációját küldték most el nekünk. Itt látjátok még a jobb oldalt, az első generációt itt lilában küldték előzőben nekem, ugyanebben a színben lehet venni a második generációt is, biztos eléggé jól árulták ezt. Kívülről nem látszik, hogy első vagy második generáció lesz, de lesz egy pár különbségben, amit mindjárt elmondok, hogy miért talán érdemes az újabb változatot venni, vagy igazából nem is fontos, hogy az újabb megveszitek, mivel a régi is volt legalább olyan jó. Például, hogyha nem kell nektek 30 méterről vezérelni a Bluetooth hangszót, hanem elég akár 20 méterről is, mert hogy úgyis a zsebetekben van a hangszóró, és nem tartjátok majd túl messze a mobiltelefont is hozzá, akkor igazából például az első generáció is oké lesz. Tehát mindjárt megmutatom nektek, hogy az első meg a második generáció közt mi a különbség még a hang közben, között, de először még röviden kicsomagoljuk itt a második generációt, aminek egy kicsit másfajta csomagolása lett. Itt látjátok oldalt, például meg tudjuk nézni a hátulján, milyen színe lesz ahhoz képest, hogy az elején teljesen más színűre. Itt a narancságát itt megdizájnolták, ilyen türkiz, zöld meg barna lesz a hátulja majd. Aztán az oldalán, ha összehasonlítjuk a technikai adatokat, itt látjuk mi a különbséget, amúgy, hogy nem csak a távolságban lesz különbség is, hanem például minden másban hasonló értéket adtak itt meg, hogy ugyanúgy mind a kettőt majd össze lehet kötni egy második hangszóróval, és vagyis stereo soundot is továbbiakban meg lehet valósítani, de amit elfejtettek hozzájönni itt a technikai adatoknál az Ultimate Ears Roll 2-nél, hogy ez 15%-a hangosabb elvileg, mint az első generáció, amit mindjárt majd bemutatok nektek. Tehát csúsztassuk ki itt a fehér kis csomagból, és nézzük meg, hogy mit találunk majd a dobozban. Amúgy 30-35 ezer forint körül lesz a magyar ára. Németországban vagy Európában 99 euróját árulja majd az Ultimate Ears Logitech-től. Az első generáció még 129 euróját árulták az elején, úgyhogy most egy kicsit lentebb mentek, gondolom nagyobb egy kicsit a konkurencia Kínából. Látjátok majd, hogyha kinyitjátok a csomagot már is, hogy eléggé könnyű használni, mondjuk a backups gombot, aztán van egy külön Bluetooth pairing gomb, vagyis könnyű csatlakoztatni majd a mobillal, és hogyha majd ezzel játszok a zenét, akkor már is persze majd jön belőle a hang, és hogyha még egy appet is akunk használni, akkor még egy pár több funkciót is kapunk. Az első generációnak az appje működik a második generációval, és nem változtatott a Logitech itt túl sokat. Itt látjátok, hogy már is itt van a dobozban a hangszóró, ezzel mindjárt folytatom itt. Először megnézzük, hogy mi van még a dobozban, méghozzá egy kis USB töltő, sima micro USB sága töltő, mint az eddigi Ultimate Ears Roll hangszóróknál. Egy töltőkészléket nem kapunk hozzá, csak egy USB kábelt, a mellébe kár, de sima mobiltöltővel majd vagy a notebookon fel lehet tölteni, notebookon egy kicsit tovább tart általában, és egy kis újdonság, hogy most már floatit is belerakják még hozzá, azt jelenti, hogy ez egy kis úszó termék, amire hozzá lehet csatlakoztatni majd a hangszórót, hogy a víz tetején is majd úszon itt az Ultimate Ears Roll 2. Az első generációhoz nekem adott ajánlékban a Logitech egy ilyet, de nem árulták sohasem a boltban, hogyha jól emlékszem, úgyhogy sokan panaszkodtak, hogy ők is szeretnének olyan érdekes helyen használni, mint én szoktam például egy Balaton Soundon a Balatonon, vagy akár otthon a fürdőkában is, hogy úszon a tetején a víznek a hangszóró. Itt látjuk majd, hogy kömen kis olvasnivaló arról, hogyha már nem akarjuk használni a hangszórót is, majd ki akarnánk dobni, hogy akkor mit csinálunk vele például, és ez a szöveg itt az egy még elég érdekes, hogyha tudunk angolul. Kicsit viccelődik itt az Ultimate Ears, és hát nézzük meg a hangszórót önmagát, hogy említettem, ugyanúgy néz ki, mint az első generáció, itt egymás mellé tartatom őket, látjuk, hogy szinte semmi különbség, vastagságra és meg mérete is teljesen ugyanolyanok maradtak, és hátulról is a dizájn nem változtatta meg egyáltalán, úgyhogy már az első generációban eléggé tökéletesen meg tudta itt a Logitech-en csinálni a terméket, hogy ezt itt le tudjuk venni, ezt a kis emberészt, és akkor bárhova oda tudjuk akasztani. Bármire rá tudjuk is rögzíteni, én ilyen váltáskára szoktam így a pántal rárakni, vagy akár egy sörös üvegre, vagy másra is rá lehet rakni, ahogy éppen gondoljátok, de a floatival együtt, amivel úszik a vizen, majd akár úgy is meg lehet oldani a még egyszer, hogy az vízetén úszon, de sajnos amúgy meg is fordulhat, és akkor víz alá, vagy a víz meg befelé fog majd itt zenét játszani, ami
Persze nem a cél, itt a hátulján, hogyha megnézzük a kettő gombot, elég könnyen meg lehet majd nyomni őket, ezzel bekapcsolom. Egy kis hangot le fog magáról adni, vagy kiadni, hogy be van kapcsolva, és akkor is, hogy össze van csatlakozva. Most már a mobilomhoz csatlakozva van, azért itt világít itt a Bluetooth gomb simán fehéren. Ha ezt hosszabban megnyomjuk, akkor pairing módba lehet rakni, és akkor könnyű csatlakoztatni majd egy iPhone-nal, vagy egy bármelyik másik Bluetooth-os termékkel. Én most itt a Samsung Galaxy S7 telefonban használom, ami amúgy ugyanúgy vízhatlan, és miért elmondom, hogy miért lényeges talán, hogyha vízben akarjátok használni, hogy a telefon is vízhatlan legyen. 4 különböző dal fog most nektek lejátszani, mindig csak egy pár másodpercet, különben a YouTube kicsit problémázik, úgyhogy ilyen 20-25 másodpercet most meghallgatunk a Julian Kaylor-től a Power című dalt, méghozzá kicsit visszamegyek, és akkor... Hangosságra eléggé hangos persze a hangszóró, basszus, nincs túl sok benne, ezt most itt hallottuk egy elektromos zenével, de majd mindjárt belerakok egy, vagy lejátszok egy dalt, ami egy kicsit több éneket is hallható benne, hogy halljátok, hogy az már egy kicsit kellemesebb, amúgy maximális hangerőn van éppen, azt úgy halljátok, hogyha megnyomjátok a plusz gombot, akkor csinálj egy ilyen kis tútuló hangot, hogyha mínusz gombot megnyomjuk, akkor persze majd lefelé megy a hangerő, de tartsuk maximálisan, mert általában abban fogjuk használni, maximális hangerővel 9 órát nem fogja bírni, azt olyan középmértékben majd bírja, így olyan 3-4 órán át majd tudunk lejátszani zenét. Következő dal az Sander Van Doorn-tól lesz a Lost. Pár magas hang is benne volt, és kis éneklés. Az éneklés eléggé jó volt, de még mindig a basszus persze nem halljuk annyira benne. Vagy eléggé vékony a termék, úgyhogy nem is lesz túl sok. Egy Ultimate Boomhoz, vagy Boom Boxhoz a szem képest. Úgyhogy nem ismernék ezt a dalt, ez majd Steve Aoki-tól lesz a The Power of Now. Amúgy sokan kérdeztem az első generációban, hogy ebben amúgy stereo hangszóró van benne, nem itt a közepén van egy ilyen kerek hangszóró, és ez komplett mono a hang, de ahogy említettem, a kettőt össze is tudom kötni, és akkor stereo lesz itt a hang. Különben mikrofon ebben nincs beépítve, úgyhogy egy telefonhívás jön majd be, akkor ezzel nem tudjátok megválaszolni, mint például más Bluetooth hangszóróknál, hanem tényleg a telefonon kell majd beszélni, és nincs beépítve mikrofon. És a következő, az utolsó dal, az Zara Larsson-tól lesz a Lush Life, az kicsit nyugisabb. Most megint jól meg tudtátok hallgatni a hangminőséget, most még egyszer említettem, bemutatom, hogy az első generációhoz képest milyen a hangminőség, azt úgy csinálom majd, hogy most bekapcsolom a lilát is, és az utolsó dalt, amit éppen hallottatok, lejátszom ugyanúgy kb. Méghozzá, mi? A kettes már nem.
És akkor, hogyha egyszerűen visszatekeritek majd a videót, akkor ugyanúgy meg tudjátok hallgatni, hogyha egymást után lejátszátok könnyen, hogy melyik tetszik nektek jobban. Amúgy előre meg tudom mondani, hogy ez nem lesz olyan hangos. But that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was the last. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now my day is my all until the dawn. But I won't be done with morning guns. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Ma halljátok, itt is eléggé kellemes volt már a hangminőség, úgyhogy, ahogy említettem, nem lesz nagy különbség az első és a másik generáció között, csak a másikban majd a dobozban egy hangosabb hangszólót találtok meg, lesz benne ez a floaty, hogy vízen is tudjon úszni. Most bemutatom nektek röviden az appet, itt látjátok, hogy most a első generáció vagyok összekötve, de igazából a funkciók ugyanazok, vagyis itt látjátok, hogy könnyen össze lehet kötni egy második termékkel, nem kell, hogy roll legyen, hogyha már van egy sima Ultimatus Boom, vagy egy Ultimatus másik terméketek, akkor azzal is össze lehet kötni stereo funkcióban, hogyha az equalizerre rámegyünk, akkor itt három különböző equalizerből ki lehet választani a hang minőséget, ugye, hogy ti jobban szeretitek, kicsit több basszussal, kicsit több magas hanggal például benne. Lehet beállítani még mindig ébresztőt, ami nem rossz dolog, nem kell, hogy egyfolytában csatlakozva legyen olyankor a smartphone-nal, az okostelefonnal, hanem tényleg majd olyankor bekapcsolja magát a hangszóró, hogyha éppen is lemerülve, amikor majd ébresztenie kell, és csinál egy pár idegesítő hangot, hogy majd persze kiskerjünk az ágyból. Különben van itt még egy beállítások rész, ahol különböző nyelvekből lehet választani, magyar persze nincs benne sajnos, de egy pár nyugat-európai, meg ázsiai nyelvet beleraktak, még az oroszt is, hogyha jól látom, ki lehet választani, és különben még van olyan lehetőség, hogy megváltoztatjuk a hangszórónak a nevét, hogy tudjuk, hogy ez most én az én hangszórom, mondjuk nem a bátyámé, hogyha mindenkinek van egy ugyanolyan színű például, megkeverjük össze, és különben vannak itt még pár más beállítási lehetőségek, mint például, hogy magától kikapcsoljon a hangszóró, például, hogyha egy ideig nem használjuk. Ugye említettem, kettőt is össze lehet csatlakoztatni, úgyhogy ezt most megmutatom, hogy hogy működik. Van itt ez a double up feature, hogyha azt mondom, hogy start, akkor látjuk, hogy a lila már itt van a rendszerben benne, és hogyha most kétszer menjünk a Bluetooth gombot itt a másik terméken, akkor elkezd pislogni, és egy idő után felismerik egymást, és akkor benne lesz mind a kettő termék, mint left and right speaker. Így. Meg is jelent, itt van egy narancságos, egy lila. Most nekem éppen a narancsága bal oldalt van, úgyhogy azt mondom, hogy ezt meg szeretném fordítani, switch. Úgyhogy ez legyen bal oldalt, ez legyen jobb oldalt, és azt is lehet csinálni, hogy nem stereo hang legyen, hanem mind a kettő stereoként, mármint mind a kettő próbálja meg az összes stereo hangot lejátszani, vagy külön legyen tényleg a bal és a jobb oldalt, és úgy lehet még egy kicsit azt mondani, hogy kicsit a balhoz közelebb ülök, vagy a jobbhoz közelebb ülök, most éppen középen ülök, és persze megint egymást a kettő hangszólót egymástól majd el is lehet választani. Most ugyanúgy még egyszer lejátszok egy dalt, ezekből amiket előbb is lejátszottam, de nem a Zara Larson még egyszer fogom, hanem a Steve Aoki-tól a Power of Now, csak egy kicsit tovább viszont. Szerintem ennyi elég is volt, ezt mind majd összesen tudjátok magatok hasonlítani, egy kicsit a videóban előre-hátrébb mentek, és mint itt elköszönök tőletek, még nem tudom, hogy mit is jelent az, hogy tényleg tud úszni ez a hangszóró ezzel a floatival, méghozzá kicsomagoljuk itt ezt a kis kerek felfújható gyűrűt. Ennyi idő alatt kész az egész. Nem egy nagy gumimatrac, úgyhogy ez teljesen könnyen így meg lehet oldani, és akkor vagy az első, vagy a másik generációs OE rolled. Itt áthúzzuk, még egyszer visszahúzzuk, így, beakasztjuk,
és már úszik is majd így a vízen. Ahogy említettem, hogyha nagyobb a hullám, sajnos, vagy nem egy sima poolon, hanem ahogy említettem a Balatonban vagytok, akkor előfordult, hogy megfordul, és ha megint visszafordítjátok, akkor egy ideig száradnia kell a tetején, hogy megint jó hangminőség legyen, és majd láthatok egy kicsit, hogy jön ki belőle a víz, miközben játsza le a zenét, de nem fogtunk remenni, hogyha hát olyan egyszerűen jól lezárjátok a micro USB és a 3,5 mm-es jack csatlakozónál a hátulját, amit ami nem is mutattam meg, méghozzá itt kell majd feltölteni, ugyanígy néz ki az új generáció is, hogyha nem Bluetooth-val akarjátok használni, lehet kábellel is direktben bedugni, és amiért fontos, hogy egy vízatlan telefonnal használtok, hogyha vízen vagytok, mert hogyha nem otthon használtok kint a szabadtéri vízben, ami nincs messze mondjuk a mobilotoktól, és nem vagytok a mobilotokkal és a vízben a hangszóróval, akkor tényleg csak akkor működik, hogyha nincs víz alatt a mobil, mert a Bluetooth 30 méter az csak víz felett működik, mert hogy a távolság, vagyis oda lehet simán az aljára ide majd rakni a vízhatlan telefont. Általában a Sony telefonok kicsit olcsóbbak, és már több éve vízhatlanok, de hogyha van egy Galaxy S5 telefonotok, vagy egy S7 Samsungtól, akkor ugyanúgy így meg lehet oldani, így oda lehetok alá, és akkor simán le fogja tudni játszani a zenét, mivel hogyha már 5 centivel víz alatt van, 5 centire víz alatt van a telefon, itt a hangszorult, akkor már nem működik sajnos az adatátvitel. Tehát ennyi is volt a rövid bemutatóját az Ultimate Ears-nek a új Roll 2 okos hangszórójával a Tech 2-nek. Közben néztetek a nevem Gábor Lázs, és ne felejtsetek feliratkozni további tech videókért itt Münchenből, meg a világból, mint a Tech 2-nél.